Sziasztok! Mongufták! Én most a Black Friday-t fogom nektek megmutatni, ugyanis ilyen is van ebbe a játékba, ezt nem is gondoltam volna. Tudom, nagyon-nagyon rég volt Star Stable tartalom. Ennek az egyik oka az az, hogy ugye eleve ritkábban tartok, a másik oka pedig, hogy mikorra lett volna, addigra lebetegedtem, hol én, hol Jana, úgyhogy most már majd valamikor érik az, hogy egy nagyon-nagyon hosszú SSO Live lesz, mert két frissítés és egy fő történet is el van maradva, és muszáj lesz folytatni. Amit a Black Friday-t ad, ezt felolvasom nektek, hogy az utazó bazár megérkezett Jorvikra a Super Black Friday ajánlatokkal, lovakra, ruhákra, kiegészítőkre, lovas felszerelésekre, és még sok másra. Pattan nyerekbe, és galoppozz el Morlandbe, ahol az utazó bazár találod. Ajánlatokkal és ajándékokkal várunk rád egész november 30-ig. Egy kód már van is, azt be fogom vágni a videó végére. Itt az a kérdés amúgy, hogy hol van ez az utazós rész. Már az, hogy Morlandbe, ez eléggé tág fogalom. 50% kedvezmény a lófajtákra, ez tök jó, többek közt arab telivér, izlandi póni, mustang és jorvik melegvérű. Csomó tájra, 71. összeállítás lett leárazva, 7 napnyi Star Clear-t kapunk, Stable Clear-t, ami ugye az, hogy nem kell istállós lányt fogadni, és pénteken pedig ajándékok, na arra láttam én egy kódot, tartsd nyitva a szemed. November 24-én érkezett 3 órakor, és 28-a hétfőn 8-ig lesz a Black Friday. Meg is találtam közben, itt van nagybetűkkel, csak a szemem nem veri ki. Ruha, vásár, felszerelések, ez pedig itt van oldalt. Legalábbis itt azt mutatja, de mindjárt megnézzük. Aha. Hát ez a répás stand, amire rá se tudok klikkelni. Gratulálunk, igen. Á, itt van fönt a ruhavásár. Jó, rendben. Szóval itt. Akkor kezdjük el, miket akcióztak ezek itt le. Aha. Nya. Azt mondja. Hát nem tudom, hogy ezek le vannak-e akciózva őszintén. Itt van egy ilyen új is. Ennyi a Black Friday ajánlat, hogy 7500 a mellény. Szerintem ez nem annyira olcsó. Legalábbis Dave vagy hülye. Na várj, egy jobban átlátható. Tehát, hogy 9009. Szerintem ebben mi a Black Friday, gyerekek? Vagy hát... sorry, de szerintem ez még így is drága. Tehát, hogy... én nem tudom, arra számoltam, hogy ilyen, mit tudom én, 1500 lesz, vagy valami Black Friday üzlet. Hát pedig ezek az akciósok, ezek mennyik eredetileg? Tehát, hogy jó, mondjuk itt van napszemüveg is, 6000 ér. De ezek nem ilyen árban vannak a való élet, tehát amúgy is. Tehát ez ilyen Black Friday, hogy ilyen semmi. Bármint, hogy javítsatok ki, please, nem látom, hogy hú, de sokkal kevesebb lenne. Na, reméljük a lovak azok kevesebbek. Azt mondja, 375 a jorviki melegvérű, az teljesen jó. Aztán az arab teli vér, ő már birtokomba van, ő 475. Az izlandi póni is már a birtokomba van, 475. Illetve Mustang 485. Mustangom az még nincs. De azt hiszem a legelső se volt. Ami még egyszer nézzük meg. Ami 375. Figyeljetek, egy jorviki melegvérűre szívesen beruházok. Írjátok meg, hogy melyik színt válaszom, kivétel nyilván, ami már megvan. Vagy nem is, tudjátok mit? Döntsetek! Döntsetek, srácok, hogy az egyes legyen. Írd be kommentbe, hogy 1-es jorviki melegvérű, 2-es arab telivér, 3-as izlandi póni, 4-es mustang, és hogy hanyas szín legyen, ott láthatjátok, mondjuk megnyitjuk az izlandit, hogy mennyi van, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyilván olyat választhatok, ami nekem nincs színbe, tehát csak olyanok játszanak, itt mondjuk nagyon sok izlandi pónim volt, de arab teli vérem, hát az is nagyon sok van, köszönjük Dave. Hát akkor mégse, visszavonom az előző állítást, ennek a videónak lehetne az a címe, hogy Dave nem tud semmit, tehát vagy mustangot választhatok számokba, vagy pedig
Jorviki meleg vérűt, mert az nincsen meg mind, de úgy látom, hogy Mustangból van kevés, de ez is jól néz ki. Jó, tehát vagy Jorviki meleg vérű 1-es, vagy Mustang 2-es, írd be kommentbe, és hogy hanyast válasszuk, és meg fogok egyet venni, és írhatsz is névötletet neki. Hát ebbe a Black Friday-be egy kicsit csalódott vagyok őszintén, mert hát nem látom azt a hú de nagy árleesést. Vagy nem tudom, írd meg a kommentbe kérlek, hogy van akkora nagy esés, mint amit én vártam. És félreértés ne essék, tényleg a fősztorit várom, ne spoilerezzetek, illetve az előtte levő két frissítés is pótolval lesz, hamarosan egy nagyon hosszú SSO live-ba találkozunk, addig is legyetek jók, dobjatok egy lájkot, várom a kommenteket, sziasztok srácok!